Március 20-án ismét Magyarország sorsának jobbrafordulásáért imádkoznak Verőcén a Lósi völgyben, a Kárpát-haza templomnál. Az imanapot dr. Papp Lajos szívsebész álmodta és szervezte meg először 10 évvel ezelőtt. 2006. október 23-án az 50 éves évfordulóra ünnepre készültünk. Jelenszky István rendező úrral a Nádor utcán keresztül próbáltuk megközelíteni a Kossuth teret. Rendőrkordon zárt el az utat, és rövidre fogva ott délelőtt 10:30-kor a Nádor utcában már a magyar embereket verték. És miközben a rendőrök és az ünneplő tömeg, mint egy 1000 fő egymásnak esett, spontán azt kértem az emberektől, hogy a rendőrök lelki üdvéért mondjunk el egy miatyánkot. Ennek olyan hatása volt, amibe beleborzongok ma is, mert minden elcsendesült, az emberek indulatai eltűntek, békesség lett a téren. Ezt követően a bazilika terére kellett, hogy menjek, mert ott 10 000 ember gyülekezett, és ugyanezzel az eszközzel értem az emberek lecsendesítésére, arra kértem őket, hogy mondjunk el egy miatyánkot. Ezután a délutáni eseményeket ismerjük, ott emberek szemétlődték ki, életveszélyesen sebesítettek meg embereket, és azt mondtam, hogy más eszközzel kell élnünk, de nem szabad visszavonulni. Ezért november 5-ére a Hősök terére egy ima napot szerveztem. A nemzet legkiválóbb tagjai Makovec Imre, Jókai Anna, Melokkó Miklós, Kocsis István és sokan mások ott a téren imádkoztak velünk együtt a tömeggel azért, hogy ebben az országban békesség és rend legyen, és ne verjenek magyar embereket. Ezt követően évről évre megszervezték a közös imádkozást, kezdetben budapesti helyszíneken, majd a Pilisben, végül az Imalánc 2011-ben Verőcén talált otthonra. Végleges helyet kerestünk ezen emlékezés, imanap megtartására jutott eszembe Gróf Bethlen Farkasnak a személye, meg a tanyája, mert annak idején a Kossuth téren ő egyéni akcióként meleg ételeket főzött és adott az ott éppen ünneplőknek, vagy ott tartózkodóknak. Így, hogy ő nem csak, hogy szeretettel fogadott bennünket, de ahogy körbenéznek, valami olyan csodálatos helyre leltünk, amely már az embereket erre a lelki akcióra, Isten gyönyörű templomában, a természetben a legjobb hely az imára. Verőce lelkülete és Papp Lajos professzor lelkülete nagyon sok mindenben hasonlít. Ugye itt Verőcén én 16 évig voltam polgármester, itt például 2005. december 5-én megemlékeztünk a népszavazásról, Vasalbert szobrot avattunk, Géza fejedelem szobrot avattunk, tehát a 16 évben folyamatosan a magyarságot és a kereszténységet hivatott erősíteni itt Verőcén, ezzel is terjedt elég szépen. Ezt a folyamatot megkoronáztuk 2010. június 4-én, amikor felavattuk a Kárpát-haza templomát, amit a háttérben itt látható. Közben ugye természetesen a nagy rendező összesodort több alkalommal a professzor úrral engem, és én tudtam és voltam is a Hősök terén az Ima Magyarországi rendezvényen, és miután a főpolgármester úr kiebrudalt és nem adott helyszínt ennek a rendezvénynek, így a Lajos barátom megkeresett és megkért engem, hogy mit szólnék hozzá, hogyha mostantól kezdve itt rendeznénk. Én természetesen nagyon-nagyon örömmel, hisz nagyapám engem mindig is arra tanított, hogy minden embernek kötelessége a jó Istentől kapott képességeit becsületesen kiaknázni a maga és a közjavára. Ez a föld ugyan az enyém, de mint látható, kerítések nincsenek, itt minden nyitva van, az összes munka és gond az enyém, de az ünneplés és a használata az a magyarságé. Ha mondhatom,
négy év tapasztalata során, hogy az idejövő emberek békességet árasztanak, hogy miért tavasz forduló táján tesszük, gyümölcsoltó boldogasszony napjához legközelebb eső vasárnapot jelöltük meg azért, hogy azok az emberek, akik el akarnak jönni, jó idővel rá tudjanak készülni. Tehát nem gyümölcsoltó boldogasszonyt ünnepeljük, nem, mivel ebben az évben virág vasárnapra esik, nem virág vasárnapra jövünk össze, hanem azért jövünk, hogy imádkozzunk a Teremtőhöz minden évbe, hogy magyar népnek adjanak olyan vezetőket, politikai, gazdasági, szakrális vezetőket, akik a magyar népet szolgálják és nem verik. Ez ennek a minden évben megismétlődő imanapnak a célja és lényege. Az imanapon ebben az évben is közreműködnek a nemzeti értékek és népi hagyományok őrzői, akik szolgálatukkal a korábbi években is rendszeresen részt vettek az imádságon. Mackó Mária, a szakrális népi éneklésnek avatott mestere, Molnár V. József, aki megemlékezik mindig a gyümölcsoltó boldogasszony éppen az aktuális ünnepeknek a lényegéről, a menetrend azért azonos, mert kiadtunk egy énekes imádságos füzetet a világ minden tájára eljuttatva, hogy pontosan déli 12-kor harangszóra indul a szakrális megemlékezés az imanap, de ezt megelőzően a bodrogközi regősök dobbal az ősi magyar érzésvilágot próbálják rezgéseikkel fölkelteni, hogy kellő ünnepélyességgel fogadják a harangszót, és egy egyórás zárt imai és éneklánccal imádkozunk az Úrhoz, és kérjük az ő segítségét. A közös imádkozásra tehát nem csak a Kárpát-medencében élő honfitársakat hívják a szervezők, fohászukkal azok is bekapcsolódhatnak, akik Verőcén nem tudnak jelen lenni. Minden alkalommal megkapjuk a csatlakozó országokat és városokat, mind a Kárpát-medencéből, mind a diaszpórából. Egyre növekvő számmal jönnek a jelentkezők, akik előre bejelentik, hogy velünk együtt imádkoznak. Az elmúlt évben Kárpát-medencéből, az elszakított részekről mintegy 30 helyen volt ugyanebben az időpontban megemlékezés, és Kanadától, Ausztráliáig, Amerikától, Új-Zélandig, Angliától, Németországig jelezték, hogy együtt imádkoznak. Mindig megkapjuk aktuálisan, hogy hányan csatlakoznak, és én ezt az ünnepség zárásaként el is mondom, hogy kik a csatlakozók Kárpát-medencéből, illetve a diaszpórából. Virágvasárnap, március 20-án 11 órától várunk mindenkit, aki imádkozni akar a magyar nép sorsának jobbrafordításáért. 12-kor harangszóra kezdjük az imát, és az imalánc a világ minden táján ebben az időpontban történik, Amerikába, Ausztráliába, és mindenütt ugyanazon menetrend szerint, ezért persze pontosan váltják az ének és imaszámok, és Jóska bácsi, Molnár V. Jóska bácsinak a beszéde az ünnepi menetrend szerint. Boldog asszony!